21-87. Köszönöm. Két kóttábla is. Az jó volt, amit kiemeltem, ami a legjobb volt. Ugye Stiegenzalán az egy első, igen, a 27-30, ugye ez a második, 27 és a 24 között, 27 és a 24 között ő a Király János emlékverseny, a Serdülő lányok versenye, a Bányászkupa, a Serdülő korcsoportú fiúk versenye. És a harmadik. Jó, hát majd szebben. Igen, tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim! A harmadik ízben megrendezésre került Király János emlékverseny, illetve Bódé Bányászkupa eredményhirdetése következik. Mielőtt az eredményhirdetésre rátérnénk, tisztelettel szeretném elmondani még egyszer az eredményeket. Nagyon-nagyon sportszerűen, korrekt mód versenyeztek a sportolók. Szívből gratulálok ehhez, és köszönöm, és szeretném mondani az eredményeket. Boros Máté 35-06, Bókony Ádám 21-44, Savonyú Péter 58-06, Strigen Zalán 41-94, Illés Dorián 36-15, Cseke Áron 27-22, Németh Bence 30-14, Boros Lusza 12-50, Kling Réka 24-91, Böldi Mihály 39-66, még egyszer Boros Lusza 13-93,
Bókony Ádám 1 kilós versenyszerrel 21.87, Barna András 36.06. Ezek az eredmények születtek. Engedjék meg, hogy ehelyről átadjam a szót Horváth Károly barátomnak, a Bódért Hagyományőrző Egyesület elnökének és a sportkör elnökének is. Tisztelt megjelentek kedves sporttársak, engedjék meg, hogy a Bódért Hagyományőrző Egyesület nevében tisztelettel köszöntsem önöket most még egyszer. Én nagyon örülök, hogy a kiírásunkat, tehát meghívásunkat elfogadva eljöttek ilyen szép számmal hozzánk. Én nagyon-nagyon remélem, hogy jól érezték itt magukat. A versenyeredmények is remélhetőleg ezt tükrözik. Az időjárás ez kegyes volt hozzánk, úgyhogy tényleg úgy érzem, hogy adott volt ilyen szempontból minden ahhoz, hogy itt jó verseny legyen. Én nagyon remélem, hogy ugyan mi egy kicsi sportegyesület vagyunk, ez volt az első nagyobb nyitásunk, amivel szerettünk volna a többi sportegyesület felé nyitni. Remélem, hogy ez sikerült, remélem, hogy jól érezték magukat, és bízom benne, hogy ha máskor a következő alkalommal megrendezésre kerül egy versenyünk, akkor ugyancsak meg fognak bennünket tisztelni a jelenlétükkel. Én még egyszer megköszönve mindenkinek a részvételt, a közreműködőknek a segítséget, a bíróknak a közreműködést. Kívánok valamennyiüknek nagyon jó erőt és egészséget, és külön köszönöm a két kimagasló dobónak a teljesítményét, és itt meg is említeném a legnagyobb, tehát a legjobbat dobó Savanyú Pétert. És a legidősebb dobónkat, Földi Mihályt a Kaposvári AC-től. Nekik is és valamennyiüknek még egyszer gratulálok, és megköszönve még egyszer mindenkinek a részvételét, nagyon jó utat kívánok hazafelé, és mindenkinek jó erőt és egészséget. Király János emlékverseny eredmény hirdetése következik. Tisztelettel kérem a dobogó második fokára Boros Lucát. Király János emlékverseny győztese, Serdülő Leány korcsoportban, Pling Réka! A 2016 versenyévadban Kling Réka nyerte a Király János emlékdíjat. Yeah. Eredmény hirdetése következik. A dobogó harmadik fokára Cseke Áront kérem. Második fokára Németh Bencét kérem. A Bányászkupát 2016-ban Schrieben Zalán nyerte.
Szívből gratulálok! Kedves sporttársak, igen tisztelt edző urak! Ezzel a versenyt bezártnak nyilvánítom. Tisztelettel köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket, és eljöttek erre a versenyre. És engedjék meg, hogy egyből meghívjam nöket 2017-ben. A masszom majd fenn lesz. Mikor lesz ez a verseny, hogy még hatékonyabb, még szebb legyen. Köszönöm szépen még egyszer. Kézcsókon, viszontlátásra! Hogy érezted magadat itt az ajkai pályán? Jól éreztem magam, még soha nem voltam itt, legalábbis versenyem, még úgy amúgy sem nagyon voltam még ajkán, csak az átutazóban. De tetszettek a körülmények is, és a rendezés is nagyon jó volt szerintem. A bukor is jó. Igazából elégedett vagyok a rendezéssel. Látszik, hogy egy kis egyesület, de szimpatikus volt itt minden. Sajnos az eredményemben nem vagyok teljesen elégedett, de majd szerdán meg szombaton még indul Horvátországban, mindkét verseny Horvátországban lesz, ott majd igyekszem majd még többet kihozni magamból. Tulajdonképpen akkor te most edzés szempontjából jöttél el ide, tehát ezt a rendezvényt edzésnek tekintetted? És hogy egy edzőversenynek inkább. Hát tiéd volt a legjobb eredmény, de úgy láttam, hogy te helyezést nem értél el. Gondolom ez a korosztályod miatt van. Hát igen, itt a fiatalokat díjazták, tehát ez teljesen normális, hogy a fiatalokat kell inkább díjazni, őket kell inkább rávenni a sportolásra, különböző sikerekkel, meg segítséggel. Nem semmi gond, nem csak edzésből jöttem el. Honnan érkeztél ide Ajkára? Tamási születési vagyok, a nevelő egyesületem tagja, és indultak, de most Szombathelyen élek, itt onnan érkeztem. Nekem megsukták, amikor idejöttem, hogy te készültél az olimpiára, és csak egy pár centivel maradtál le. Hát sokan örülnének, ha 80 cm tudnának dobni diszkosszal. Hát igen, nem egy egyszerű, de hát most ez engem nem vigasztál az ilyesség. Azt látom, hogy bicex most sérültél le, vagy már sérülten érkeztél? Nem, nem. Másik dobásnál megpusztulom egy kicsit a hátamat, aztán most egy kicsit próbálom, hogy pihentetni, hogy ne fájjon, de ez, nem tudom, ez pár nap múlva jó lesz, tehát a következő versenyre már azért jó lesz, szerintem benne jön. Pedig elég alaposan melegítettél be, illetve én már azt hiszem, hogy a meghúzódás után láttalak melegíteni. Nem, az verseny közben volt, tehát melegítésen jobban dobtam másfél méterrel, mint versenyem. Szerettem volna 60 méter felett dobni, de sajnos nem sikerült, hát majd legközelebb igazából. Dobtál már 60 méter felett? Hát 64-15 volt legjobban, az 65 kellett volna az olimpiához, tehát az 80 centről hiányzik, sajnos. Meg lesz az 4 év múlva. Bízom benne egyébként. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tanár úr, hogy szerepeltek az ajkai versenyzők a mai napon? Hát a felkészültségüknek megfelelően kiválóan szerepeltek. Én úgy gondolom, a kisfiú és a kislány, ők 3 hónapja kezdték el a versenyzést, és ahhoz viszonyítva topon versenyeztek. Tehát közel az egyéni csúcsukat tudták dobni most, ami egy nagyon jó dolognak mondható. A kislány az érmet is hozott el. Kislány érmet is hozott. Na most erről azt kell tudni, hogy ez serdülő korcsoportban volt kiírva ez a verseny. De sajnos a magyar csapatbajnokság véget, a hölgyek oda mentek, nem ide jöttek. Ez érthető is. Talán a mi versenyünk nem volt jó helyre időzítve. Ő egyel kisebb korcsoporttal bíró versenyző, és nagyon örülök neki, hogy ilyen szépen teljesített egy kilós versenyszervel. És a fiúk közül ki volt, aki kiemelkedő, vagy akit érdemes lenne megemlíteni? A Bókony Ádám. Ő kapott díjat is? Igen, a Bókony Ádám nagyon-nagyon szépen versenyzett. Hihetetlen akaraterővel, hihetetlen eránnal rendelkező kisfiú, és
még úgy gondolom nagyon sokat fogunk hallani róla. Ugyanígy a Boros Máté, aki ifjúsági korcsoportú versenyző, másfél kilós versenyszerrel versenyező, ma a nyílt kategóriában próbált szerencsét. Egy icipicit elmaradt az egyéni eredményétől, az egyéni verseny eredményétől. Hát sajnos mindig nem lehet toppon versenyezni. Tegnap edzésen nehányat dobott, és akkor 37-38 méter közé szállt a diszkosz. Sajnos ma nem jött össze neki, de ő egy éve versenyez. Egy év edzés egy olyan gyerektől, aki jött be a Grundról, és egy év alatt ide tudja a másfél kilós versenyszert dobni, kalapot kell előtte emelnem. Úgyhogy ő nála az a legnagyobb probléma, hogy nem három évvel ezelőtt kezdte el, mert akkor nem lenne ekkora megcsúszás az eredményében, hanem akkor lineálisan tudott volna fejlődni. Akik kedvet kapnak ehhez a remek sporthoz, hogyan csatlakozhatnak ide? Igen, a Bódai Dobó SK edzéseire jöjjenek el. Hétfő, kedd, csütörtök, pénteken vannak itt Bódén a Dózsa György 12 szám alatt a Bódai Hagyományőrző Egyesület közösségi házába itt vannak edzéseink, illetve a közösségi ház udvarán át megközelítheti dobópályán. Itt ide jöjjenek, és ha affinitásuk és megszeretik netán ezt a sportot, akkor hát itt próbálhatnak szerencsét. Én tapasztalatból tudom, hogy ez nem egy nehéz sport, hiszen én is üztem, tehát nem lehet nehéz. Igazából egy-két trükköt kell ellesni, megtanulni, hogy hogyan kell eldobni ezt a diszkoszt, és onnantól kezdve nincs itt semmiféle nehézség. Az élvezetért kell dobni. Hát igen, de ez nem olyan egyszerű, ez egy más mozgáskultúrát igénylő sportág. Itt másfél fordulatból kell az álom határa 60 méter fölé dobni a versenyszert. Tényleg, ha valaki ezt olyan szinten akarja űzni, hogy válogatottságig gondolja. Itt nagyon nagy erővel, fizikális felkészültséggel kell bírni, hihetetlen gyors erővel kell rendelkezni, és nagyon pontos technikával, tehát nem mindegy, hogy hova teszem a jobb lábam, bal lábam, hogy csavarom ki a csípőmet, hogy tudok minél nagyobb sugárra szert tenni, és minél nagyobb erővel a jobb kéz mutatójának utolsó erőtű új percén átfordítva, akkora kidobási szöget elérni, illetve olyan peremforgást adni a diszkosznak, hogy az tényleg az álomhatár fölé. Na ez a nagy dolog benne. És ezért nagyon sokat kell edzeni. Itt nem él az a verzió egyetlen sportágban sem, de szokták volt mondani, ha ma délután elfáradok, akkor holnap világbajnok leszek. Szóval itt az nem él. Hát bízunk benne, hogy a Bódai Dobó SK sok ilyen 60 méter fölötti dobót fog kinevelni. Hát egy már volt. Bódai gyerek, reméljük, hogy lesz több is.